Idős otthont és rehabilitációs központot hozna létre a Maros megyei Vámosgálfalva község önkormányzata. Első lépésként megvásárolták a szőkefalvi Ridei Rottentál kastélyt az ahhoz tartozó több mint egy hektáros területtel és melléképületekkel. Vámosgálfalva községben tavaly adták át a felújított óvodát, a közösség akaratából azonban egy idős otthont is létrehoznak Szőkefalván a közeljövőben. A Rédei Rottentál kastélyt a hozzátartozó épületekkel és a több mint egy hektáros területtel 235 ezer euróért vásárolták meg. A következő lépésünk az lesz, hogy átírjuk az önkormányzatnak a nevére, és persze azon fogunk dolgozni, hogy minél hamarabb egy pályázatot írjunk, egy Európai Uniós pályázatot, azért, hogy rendbe tudjuk tenni, és legyen egy jó kinézése. Az épületben megálmodott intézmény a környező települések lakóit, közel 20 ezer főt szolgálna ki. A tervek szerint az idős otthon 80-100 fős lenne, és 30 új munkahelyet biztosítana. Sajnos itt az alsó Kisküklő mentén egy ilyen idős otthon rehabilitációs központ nincsen, és akkor más fele kell, akinek valóban, ugye jól tudjuk, ez a globalizáció a világot megnyitotta, és a fiatalok ugye a megélhetési, a család fenntartásáért szerte a nagyvilágban vannak, a szülők egyedül maradtak, és akkor bizony kell gondolkozni ezen is, hogy a szülők elhelyezése, gondozása meg mi egymásról. A Vámosgálfalvi önkormányzat tervei szerint az alsó Kisküküllő mentét kiszolgáló idős otthon és rehabilitációs központ 2-3 éven belül létrejöhet. A kastélypark kitakarításában és a kezdeti munkálatok elvégzésében számítanak a helyi közösségre.